Még tavaly májusban veszett össze otthonukban egy bogyiszlói pár. A férfi dühében eldobta a telefonját, ami eltalálta a nő gyermekét, miután a számon kérte a vádlottat. A férfi még dühösebb lett, és több alkalommal arcon ütötte a nőt, akinek többek között eltört az orra és felrepett a szemöldöke. A bíróság a férfit testisértés büntette miatt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte. Azonban a végrehajtása lehetőséget látott a tekintetben, hogy a végrehajtást felfüggeszte, és 2 évi próbaidőre azt felfüggesztette. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott korábban már volt büntetve hasonló bűncselekmények elkövetése miatt, azonban ez nem tartotta vissza attól, hogy újabb bűncselekményt kövessen el, illetve hozzátartozója sérelmére, valamint annak gyereke sérelmére is bűncselekményt követett el. Az ítélet jogerős.